Megszűnhetnek a magyar nyelvű művészeti és sportosztályok, figyelmeztet a Magyar Szülők Szövetsége. A 2016-os alaptanterv módosítást követően ugyanis az ezen a szakon tanuló általános iskolások akár heti 40 órát is az iskolában töltenek. A szülők az ügy orvoslását kérik, ellenkező esetben kiíratják gyerekeiket ezekből az osztályokból. A gyerekeink veszítenek nagyon sokat. Utána mi szülők. Moldován Erika elkeseredetten részletezi, hogy gyerekét, aki egy művészeti iskola diákja, mennyire leterheli a heti 38 óra. A tanulásra és gyakorlásra fordított idő még ennél is több. Amikor lebontjuk a napi munkájukat ezeknek a gyerekeknek, akkor körülbelül 10-12-13 órás napi programról beszélünk, ami a szó legszorosabb értelmében gyermekkínzás. Ezt már Csíki Csengele mondja, a Magyar Szülők Szövetségének az elnöke. Őket kereste fel Moldován Erika más érintett szülőkkel közösen, hogy megoldást találjanak a problémára. Amely odáig fajult, hogy teljes évfolyamok szűnhetnek meg, mert a szülők többé nem akarják ekkora terhelésnek kitenni a gyereküket. Én magam is jártam művészeti iskolába, és tudom, mit jelentett számomra, azon kívül pszichológusként is tudom, hogy ez egy nagyon jó dolog, de viszont akkor, amikor ennyire leterheljük a gyerekünket, akkor megfontolandó, hogy maradjunk vagy menjünk. És nem szeretnénk menni, de sajnos, hogyha a gyerekem érzelmi épségét és egészségét, testi-lelki egészségét figyelem előtt tartom, akkor nagyon megfontolandó. Moldován Erikához hasonlóan sok más szülő is azt fontolja, hogy amennyiben nem történik változás, kiveszi gyermekét a művészeti vagy sportiskolákból. Erdélyben 8 település 9 iskolájának szülői közösségével vették fel a kapcsolatot, hogy nyomást gyakoroljanak. Élvezik a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség támogatását is. A szülők azt szeretnék elérni, hogy az alaptanterv változzon és legyen megszabva egy felső határ az óraszámra vonatkozóan.